Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Verpelét város minden lakosát és minden kedves nézőt. Ismét eltelt egy esztendő, és újra a karácsonyra, a szeretet ünnepére készülünk. Igaz, ebben az évben rendhagyó módon tesszük mindezt, hiszen a kialakult járványhelyzet miatt nem találkozhatunk személyesen. Ám a virtuális téren keresztül mi mégis szeretnénk mindenkinek egy kis örömet csempészni a mindennapjaiba, elősegíteni a lelki ráhangolódást a közelgő ünnepre. Kontra Ferenc szavaival, kínálkozik egy ünnep, és ilyenkor az emberek nyitnak némi részt szorosra zárt kagylóhéjukon. Többségük ajándékoz, tehát odafigyel szeretteire, és ebből a figyelmességből juthat másoknak is. Mert az ünnep arról szól, hogy adni örömtelibb, mint elvenni. A szeretethez kevesebb energia kell, mint a gyűlölethez. Aki ad, magát is jobbnak gondolja. Részese lehet így az ünnep kegyeletének, még akkor is, ha nem vallásos. Jó estét kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Verpelét város teljes lakosságát. Elérkezett megint az évvége. Adventi várakozási időszak végéhez közeledünk, és várjuk a karácsonyt. A keresztény világ legnagyobb ünnepei közé tartozik a karácsony, Jézus Krisztus születése. 2000 évvel ezelőtt megszületett Jézus Krisztus azért, hogy későbbiekben önként vállalt halálával megszabadítsa az emberiséget az eredendő bűntől. Ezzel mint egy esélyt adott nekünk embereknek, hogy legyünk jók, szeressük egymást, és éljünk emberhez méltó életet. Lehetőséget megkaptuk, a többi már rajtunk múlik. Minden évben hagyományosan megünnepeljük a karácsonyt kint a művelődési házban, ahová általában sokan eljönnek a verpelétiek közül. Mindenki karácsonyi ünnepség keretében készülünk, zárjuk a karácsonyi ünnepkört. Ez az év sajnos kellemetlen meglepetést tartogatott számunkra. Tavaly karácsonykor még senki nem gondolta volna, hogy az idei év karácsonya megfordítva működik az eddigiekhez képest. A távolságtartásról szól, és a járványügyi szabályok betartása lesz talán az egyik legfontosabb. Karácsony eredendően a szeretetről, békéről, nyugalomról, egymás iránti tiszteletről szól, és egyúttal a családok ünnepe. Amit az ember az életében legnagyobb kincset kaphat, az maga a család. Nagyon jól tudjuk, ha valaki bajba kerül, akkor igazából nem számíthat senkire úgy, mint a saját családjára. Készüljünk hát mi is tiszta lélekkel, szeretettel, nyugalommal a karácsonyi ünnepünkre, a Szentestére, és hát bizony megint el kell mondani, hogy a járványügyi szabályok betartása rendkívül fontos, mert csak így tudunk vigyázni az idősebb szüleinkre és nagyszüleinkre. Kívánom, hogy töltse meg minden verpeléti család hajlékát a béke, a szeretet, az egymás iránt való tisztelet és a karácsonyi gyertyák melege és fénye járját, ne csak a testünket, a házat, hanem a lelkünket is. Bánjunk óvatosan ezzel a karácsonyi meleg meghitt örömmel, amit nyújt nekünk ez az ünnep. Ne fecséreljük el egyetlen napra, hanem osszuk be magyarul, és jusson ebből a szeretetből, egymás iránti tiszteletből a szürke hétköznapokban a mindennapokra is. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a távolságtartással legyünk figyelemmel, vigyázzunk nagyon magunkra azért, hogy vigyázhassunk egymásra is.
Kívánok minden verpeléti családnak békés, boldog, örömökben gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket, és a reményt, hogy ez a járvány, ami fenyeget bennünket, nem csak verpelétieket, hanem az egész országot, sőt, már az egész világot, előbb-utóbb elmúlik, és újra kézfogással és öleléssel köszönhetjük egymást, és örülhetünk egymásnak. Isten áldja meg Önöket. Farkas Sándor polgármester úr ünnepi gondolatai után a nyilvánosra tervezett adventi koncertünket láthatják, melynek előadói a Trio Konzort vonós együttes tagjai Simon Mária, Versánszki Ildikó és Antal Botond, énekel Gyáni István. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a Trio Konzort nevében is, én pedig Gyányi István vagyok. Ezen a rendhagyó módon igyekszünk egy kicsit az adventi hangulatot átadni, egy kicsit szeretetteljes légkört varázsolni Önöknek otthonra is. Furcsa volt így kijönni, hogy nem Taps kíséri a zenekari számokat, de nagyon reméljük, hogy sikerül egy kis örömöt és boldogságot, szeretetet átadni Önöknek. A Legyen Ünnep című dal következik. A szél megkavart mindent. Ezért létezünk is olyan rendezetlenül. Egyszer belüktek minket egy ajtón, s majd kilöknek. S közben mi tűrünk mindent olyan rendületlenül. És csak egy pár kíváncsi lépett néha fél, amilyen te voltál, s amilyen egyszer.
egyszer volt a mi. De azt is úgy tettük, hogy senki nem vett észre. Ezért még ma is oly messze vagy tőlem a szeretet ünnepén, s maradtak hétköznappá szürkült színes álmok. Maradtunk valósággá többült óriások. Itt állnak körben a gyermekek, kiáltalunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az éppen is ünnep a földön, már engem rég nem érdekel. Pedig égnek a gyertyák, s a könnyem kicsordul. Miért? Miért nem lehetsz itt közel? Lehet ünnep az égben is, ünnep a földön, de te messze vagy, nem érlek el. Ahogy égnek a fények, én is elégek, ha nem lehetsz. Miért nem lehetsz most közel? A dolgok úgy szakadnak félbe, mint az élet. Lehetett nagyszerű, de még sincs ráadás. Már azt is eltűröm, hogy csak a lelkem lásson téged. Nem szabad együtt lennünk, mert azt el nem tűrné már. Én is beálltam, és beállsz, te is a sorban. Hogy ki melletted áll, annak fogd kezét. És ha a kép előtted lassan összefolynak, nem kell felelned senkinek a véletlen könnyekét. Hiszen erre vártunk, s ma újra összegyűltünk, hogy egy évben egyszer boldogunk legyünk. Itt állnak körben a gyermekek, kiáltalunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben is, ünnep a földön, már engem rég nem érdekel. Pedig égnek a gyertyák, s a könnyem kicsordul. Miért? Miért nem lehetsz itt közel? Lehet ünnep az égben is, ünnep a földön, de te messze vagy, nem érdekel. Ahogy égnek a fények, én is elégek, ha nem lehetsz, miért nem lehetsz itt közel? Miért nem lehetsz itt közel? Miért nem lehetsz most közel? A következő dalunk pedig a Könnyű álmot hozzon az éj című sláger. A szürke ház falakra rászakadt már az est. Valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom, az édesanyja dallal csitítja el. Hallom,
hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelek, hogy könnyű álmot hozzon az ég. Altasd el, hűs dunai szél, aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozót, álmodj rétet, kis patakot, aludj el, kis ember, aludj el. Táncol a hód, lenéznek rád a fénybő csillagok. A sötét folyóparton álmos nagy béka ül, hangtalan suhan egy kis madár, s látod ő is haza repül. Könnyű álmod hosszon az ég, altasd el, hűs dunai szél, aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozót, álmodj rétet, kis patakot, aludj el, kis ember, aludj el. Altasd el, hűs dunai szél, aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozót, álmodj rétet, kis patakot, aludj el, kis ember, aludj el. Szürke házfalak közt álmodt sző most a csend. Valahol alszik már egy apró kisgyerek. Thank you.
A következő dal nekem az angyalokról szól. Biztosan nagyon sokan vannak, akiknek az idei karácsonykor a nagyszülei nem jöhetnek el hozzájuk, vagy ők nem találkozhatnak velük, és olyanok is vannak sajnos, akiknek már nem élnek idősebb rokonaik. Remélem mindenki jó szívvel és szeretettel tud majd most rájuk gondolni. Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamám, s ha látta apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, teszi minden jó gyerek. Szomorú szemmel végig mért, s nevettünk Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég maga, bár azt mondják, hogy nem igaz. Ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Felnő az ember, s mindent lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy kőre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti föl már ágyú szó, csak egy dalszó, halk és fáradt, akár egy régi altató. Nézd csak fel, az ég magas, csak hadd mondják, hogy nem igaz. Mit tudnak ők? A repülők, a szívük jég, csak jég. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn
ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Következő dallal pedig egy kis vidámságot, és reméljük egy kis havat is hozunk az idei karácsonyba, az idei télbe. Let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Well, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some coals for Papi. The light at the way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, hold me home, I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear is still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear is still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. A következő dal pedig egy mindenki által ismert karácsonyi dal, a Csendes éj.
csendes íj, drága szent íj, mindennek álmom íj, nincs fönn más, csak a szent szülepen. Várja gyermeke a szikemen, küldj le rá álmod nagy íj, küldj le rá álmod nagy íj. Csendes íj, szentséges íj, örvény szív, vígan íj, halld az angyali hallelujját, hív az Úr, reményt át. Krisztus felszabadít, Krisztus felszabadít. Thank you.
A következő dal pedig egy olyan dal, amit már bizonyára mindenki ismer, és nagyon-nagyon reméljük, hogy otthon majd a képernyők előtt mindenki, aki nézi ezt a műsort, együtt énekli velünk, a Mennyből az angyal következik. Hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok. Istennek fia, aki született Jászóban, Jászóban, ő lesz ennéktek üdvözítőtök valóban, vagyok az édes anyja, Mária, Mária, barmok közt fekszik, Jászóban nyugszik, szent fia, szent fia. És hát a műsorunk végéhez értünk. Itt engedjék meg nekünk, hogy a zenekar, és úgy gondolom az önök nevében is, akik otthon majd ezt a műsort megnézik, köszönetet mondjunk a szervezőknek, amiért ebben a lehetetlen időszakban is keresték az alkalmat, és találtak lehetőséget és módot arra, hogy egy kis karácsonyi hangulatot varázsoljanak önöknek otthonra, és megajándékozzák önöket valamivel. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a hangosítást és a fénytechnikát, valamint a felvétel elkészültét is a szakembereknek. Szerintem mi nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt végre zenélni egy kicsit, és a Halleluja című dallal kívánunk mindenkinek áldott békés karácsonyt. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the barefoot king composed. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Áldott, békés, szép karácsonyt kívánunk mindenkinek. Jövőre találkozunk.